Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szent Anna és Sámuel gimnáziumban, és hamarosan kezdődik a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny. Lévai Kálmánnal, a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjével beszélgetünk. A gyerekek már mögöttünk nagyon lázasan készülődnek. Kik vesznek részt ezen a versenyen? Általános és középiskolás kategóriába versenyeznek a gyerekek. Nagy hagyománya van a versenynek, hisz 2000-től, ahogy a katasztrófavédelem megalakult, folyik ez a versenyszisztéma. Nagy Ivánról is vannak csapatok, ez azért érdekes, mert náluk különösen hagyománya van. Amióta megalakult a 2012-ben az integrált katasztrófavédelem és Karcagon a katasztrófavédelem kirendeltség, most idén itt Karcagon bonyolítjuk, elmúlt évben Tiszafüreden volt ez a verseny, ez a területi forduló, és innen jutnak tovább a gyerekek a megyeire. Nekünk mindenképpen karcagi tűzoltóknak újdonság ez, hisz eddig nem vettünk részt a katasztrófavédelmi vetélkedőbe, mi diák tűzoltókkal foglalkoztunk korábban, foglalkozunk persze a jövőben is, de ezt a versenyfajtát is vinnünk kell, bonyolítanunk kell. Ez egy összetett dolog, polgári védelmi ismeretek, tűzoltó ismeretek, speciál katasztrófa védelmi ismeretek, homokzsák, pakolási ismeretek, sok minden benne van. Gyerekek lelkesek, szeretik, és hát nekünk az a dolgunk, hogy ezt a lelkesedést fokozzuk, hisz szükség van a polgári erőkre, és hát ugye belvíz, árvíz időszakát éljük, adott esetben szükség lehet a segítségre. Én jó magam valamikor középiskolás koromban a gátakon homokzsákot pakoltam, tehát elképzelhető, hogy éppenséggel ezek a gyerekek is, különösen akik olyan részen laknak, szóba jöhetnek adott esetben még a védekezésben is. Hát tavaly még kevesebb csapat volt, az idén már egy kicsit biztattuk a területet, hogy minél több csapat induljon, bízom benne, hogy jövőre még több csapattal tudjuk megszervezni ezt a versenyt, és ez is olyan népszerű tud lenni, mint valaha volt a diák tűzoltó, vagy éppen az elsősegélynyújtó, vagy egyéb más ehhez hasonló vetélkedő fajta. Látjuk környezetünkből, hogy szükség van az ismeretekre, és ha soha nem lesz ezekből a gyerekekből se katasztrófa védelmi szakember, se tűzoltó, se polgári védelmi szakember, de mint állampolgár képzettebb lesz, mint egy átlag ember, és jobban fogja érteni a történéseit az országnak, a bajnak. Itt mondta, hogy lesz elmélet és gyakorlat, tehát itt láttuk, hogy már itt vannak a mentősök is, tehát nem csak önök vesznek részt ebben a versenyben, mert ott már készítik elő a sérülteket, tehát a gyerekeknek tényleg egy nagyon összetett felkészülést igényelt ez. Kik segítettek nekik? Tehát iskolánként gondolom, hogy azért vannak pedagógusok, de ezeket a speciális ismereteket kiktől sajátították el? Ahol már hagyománya van iskolákból, ott a pedagógusok már felkészültek ezekből a dolgokból, ahol nem, ott most készülnek a pedagógusok is, és hát nyilván a tűzoltóságok segítségét igénybe vehetik, hisz a kirendeltség területén két hivatásos, három önkormányzati tűzoltóság van, tehát a segítség rendelkezésre áll ezeken a helyeken. Említettem Nagy Ivánt, ott például nincs tűzoltóság, de ők be tudnak utazni Tiszafüredre, és az ottani tűzoltóktól megkaphatják a szükséges segítséget, hisz nem az a cél, hogy sok buta gyerkőcöt összesöpörjünk, és a kevésbé buta győzzön, hanem minél képzettebb legyen minden csapat, és azok közül a legügyesebb juthasson tovább. Hát persze néha a szerencse is kell, hogy mi minden, hogy sikerül, mi mit kérdezünk, ők miből készültek, és ilyen szempontból a kirendeltség léte talán szerencsés is, mert ha azt mondjuk, hogy a tűzoltóságok készítik a gyerekeket, a kirendeltség meg tud a versenyre készülni, mert ha most mi készítenénk a gyereket is, meg a versenyt is, az úgy nem volna szerencsés, mert ha direktbe készítem a gyereket, az úgy nem, tehát itt megnyerheti ezt a versenyt, de a megyein aztán elvérezhet. Viszont, hogyha direkt nem hozok elő olyan feladatokat a felkészítésnél, az meg kitolás volna velük. Tehát így jó, hogy mi nyugodtan tudunk a versenyre készülni, a tűzoltók meg nyugodtan tudják a gyerekeket készíteni.
Persze, hát ez is igényel még sok-sok szervező munkát, hogy ez a segítség is, segítés is minél szervezettebb, minél alaposabb legyen. Előző évi versenyek tapasztalatait összeszedve szeretnénk minél jobb csapatokat összeállítani. Egyrészt itt is verseny legyen, másrészt, aki innen tovább jut a megyeire, az ott izzassza meg az esetleg képzettebb vagy jobb adottságokkal rendelkező csapatokat, hisz vannak katonai szakközépiskolások is, akik azért kicsit profilba vágó dolgokat, de hát itt is van rendészeti szakközépiskola, vagy rendészeti gimnázium Karcagon, és akkor meg vannak a gyerekek, akik a közösségi szolgálat címén bejárnak hozzánk, tehát velük is célunk van a jövőbe, hogy őket is erre a versenyformába fölkészíteni, és hát reméljük, hogy tényleg az eredményesség egyik, de talán az eredményesség elé tenném még ennek a ismertségét, népszerűségét, tömegesítését, hogy minél többen vegyenek ebben részt, hisz valamikor 80-as években így kezdtük a diáktűzoltókkal való foglalkozást is, és hát belőlük nagyon sok tűzvédelmi szakember lett, illetve tűzoltó. Akiből meg semmi nem lett, abból meg lett egy jó hétköznapi, de a tűz dolgaihoz értő állampolgár, és az is egy eredmény feltétlen. Hát itt most, ha már katasztrófavédelembe alakultunk, akkor most ezt igyekszünk minél eredményesebben csinálni, csináltatni. Mikor lesz a megyei verseny? Tehát aki ma itt ezt megnyeri, mikor kell menni a megyei megméretésre? Nem túl sok idő van, megyei verseny 2 hét múlva van, tehát rohamosan készít, azt a csapatot, akik itt tovább jutnak, rohamosan készíteni kell. Mindazt összeszedve, amit mi is tudunk, hogy mik lehetnek, vagy mik voltak az elmúlt évi megyei versenyeken. Hát ezt a szerencsére nincs nagy eső, csak ilyen csöpörgő idő. És a másik dolog, hogy nem kell túlértékelni azt, hogy időjárás van. Katasztrófavédelemről beszélünk, tehát nem egy ilyen, hát mit tudom én, baba pelenkázó versenyről van szó, hogy fűtött meleg szobába, száraz, egészséges körülmények között. Itt bizony egy kicsit ez is közbelép, majd a jövőben erre is megpróbálunk egy kicsit úgy készülni, mi is nem az időjárást alakítjuk át, hanem a gyerekeket készítjük egy kicsit arra, hogy minden időjárási körülményeknek feleljenek meg, ha csak tudnak, hozzanak gumicsizmát, esőköpenyt, stb. Vagy éppen mi biztosítunk nekik, ha tudunk, hogy ne legyen az akadály, hogy jaj, most eső van, jó, hát most első közelítésben egy kicsit kíméljük őket, de lehet, hogy a megyei versenyen, a Tiszaligetben ott szabad téren lesz, hisz homokzsákot bent terembe, érdekes volna, még egy gátat lehet építeni terembe, de hát behordani néhány köbméter homokot azért, aztán meg kihordani. Nem, hát ez kifejezetten szabadtéri ennek egy része. Vagy tájékozódni, iránytűvel bánni szobába, fém konvektorok között, az elég érdekes. Térképismeretet, meg sok mindent azért lehet terembe is, de mindaz, ami szabadtérhez kötődik, az történjen szabadtéren, mert úgy lesznek igazi szakemberei ennek a szakmának. Reméljük, hogy akkor sikeres lesz ez a verseny, és aki innen tovább jut, hiszen még nem tudjuk, meg fogja állni a helyét a megyei versenyen is. Jó versenyzést kívánunk! Köszönjük szépen, azon vagyunk!